kiállításokon nagyon fontos nekünk, hogy bemutassuk a nagy dolgokat is, és a kicsiket is. Egy mamut mellett most beszeretnék mutatni egy új kis dínót, ami újra feltámadt, tehát már-már ilyen Jurassic Park érzésem van. Mögöttem látszik zöld színbe az idősebbi kivitel. Ez egy kommunális eszköz. LDK 25 névre hallgat. Ez egy 2,5 tonna ösztömegű pótkocsi, amely felmehet egészen 3,5 tonnáig ösztömegbe. Ezt a kocsit fejlesztettük tovább egy olyan kivitelre, hogy a kommunális szektort egy elérhető áru logisztikai eszközzel tudjuk ellátni. Ez a pótkocsi az, amely nagyon fontos a kommunális szektorba önkormányzatoknak, vagy vállalkozóknak, bérvállalkozóknak, vagy akár mezőgazdasági cégeknek is, területeiknek a rendbetartására. Erre a pótkocsira felszerelhető lombrács, vagy akár magasító. Átmentünk egy alumínium oldalfal kivitelbe az acél oldalfalból. Ennek a fő vonala az volt, hogy, és itt megint a logisztikát kell, hogy kiemeljem, hogy a mi magunk és a partnereink logisztikáját támogassuk, tulajdonképpen ezzel a kocsival, és az semmi más, mint az, amikor innét kiszállítják a gyárból, akkor tudjuk, hát egy ilyen, mondjuk úgy, hogy darabjegyzékkel ellátott pótkocsit adni, és utána pedig otthon maga a kereskedő össze tudja szerelni, és így sokkal olcsóbbra jön ki a szállítás. Ezeket a kocsikat konténerezzük is, konténerbe rakjuk, és akár távoli országokban, mint például Tájföldre is mennek ki ilyen kocsik, és nem mindegy, hogy mennyit tudunk betenni egy konténerbe. Ezért csináltuk meg az alumínium kivitelt, az alumínium oldalfalak könnyen leszerelhetőek, könnyen felszerelhetőek, és így nagyon könnyű rakatolni őket.